Alulírod, ideiglenes, ideiglenes, mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját Onegger dallam volt talán, alulírod rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírod, átmenet, remény, s rettenet közt, alulírod ideiglenes, ideiglenes, mindörökké, alulírod a hetedik, a huszadik, az ezredik, millió, milliómodik halál, és millió egy születés súlya alatt alulírod, alulírod. Nem lett, mégsem lett belőlem angyalka. Tolsöprű szárnyú, sztanyol glóriás, gyolcspendélyes, herci, kicsi, édes. Nem lettem angyalka, ördögöcske inkább. Vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, konok, utálatos, békétlen, békélhetetlen, B12-telhetetlen. Figyeljetek, kisfiúk, kislányok, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy a sárkány nem is olyan tökkel ütött. Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos költő, író, az erdélyi magyar avantgárd irodalom kiemelkedő tehetségű alakja. Életének történéseiről nagyon kevés adat áll rendelkezésre, igazi élete, igazi arca műveiben tükröződik. Szilágyi Domokos neve alakja az önmagát minduntalan vallató, csupán a kételkedésben hívő ember jelképe lett. Nem tudott megbékülni a köznapokkal, megvetette a kispolgári lét látszólagos biztonságát. Szüntelenül a romlatlan, tiszta értékek utáni vágy hajtotta. Az egyik legszeretettebb, legidézettebb erdélyi magyar író, költő volt, a romániai magyar költészet zsenie. Poétikájában, akár csak Bartók a zenében, nyugtalanságok egyensúlyát kereste. Klasszikus műveltségű játékos költő volt, aki kitágította a hagyományos műfaji kereteket, új rendbe fűzte a szavakat, sajátos versbeszédet teremtve, amely különböző nyelvi regiszterekből táplálkozik. Szakít a hagyományos lira képi beszédmódjával. Verseiben a nyelvi szerkezetek, szóalakzatok, az egymástól látszólag független máshonnan átemelt szövegek kompozícióba rendeződnek, átértelmeződnek. A jelenkori erdélyi magyar líra egyik legkiemelkedőbbjeként számon tartott költő életművével valóságos Szilágyi kultuszt teremtett az utókorban. 1938. júliusában Nagysomkúton született egy 8 gyermekes református lelkészi családban. Világ utca hosszán, tessék, ne fáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszer, én nálam csillag a cser. Kénekkel repülő szőnyek, az én inasaim szőnek. Régen panaszkodnak voltak, este kigyújtom a holdat. Színvaknak csiszolok piszmát, olajozok a porizmát. Az ég alatt a föld fel, ütök nyarat, ütök tele. Lajokkó az utolsó maszek, lajok, ha meddig nem leszek. Lajokkó az utolsó maszek, lajok, ha meddig nem leszek. Az igaz szó és az előre munkatársa volt. Első verse az Utunkban jelent meg 1956-ban, de később rendszeresen közölt a Korunkban is. Fontosabb kötetei az elsőként 1962-ben megjelent Álom a repülőtéren, majd a Garabonciás, a Láz enciklopédiája, Búcsú a trópusoktól, Felező idő, Tengerparti lakodalom, s a Kényszerleszállás.
aki fogy, az űzdohányból tőle veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytű nálam szerez. Szabottal, leányálom, boldogságot testhez állom. Vagyok, ó, az utolsó ma szem, vagyok, ha meddig nem leszek. Vagyok, ó, az utolsó ma szem, vagyok, ha meddig nem leszek. Göndörítek, bárány felhő, s a hétfőn földes cipellő. Ha elkapott, ó, talpalom, itt a ritka alkalom. Tényi, világult a hosszám, tessék, befáradni hosszám. Vagyok, ó, az utolsó ma szem. Vagyok, ameddig nem leszel. Híres kóborló volt, tehát váratlanul és láthatólag minden ok nélkül fölült akárhova tartó vonatokra, és ki tudja honnan és hogy került elő, mintha örökké menekülne szinte önmaga elől, vagy találkozásokat akar elkerülni, vagy valakivel össze akar futni, tehát szinte kereste az ismeretlent és a kiszámíthatatlan. Muzsikálni, hogy tudtam valamikor én? Hogy tudtam muzsikálni én valamikor? Valamikor, hogy tudtam én muzsikálni? Muzsikálni, hogy tudtam valamikor én? Szerelmi viszonyról lehet viszonylag jól dokumentálódni. Az első Váradi Emesével, majd még egyetemista korszakában, utána ismerkedik meg Hervai Gizellával, vele össze is házasodik, illetve születik egy közös gyerekük. Elég hamar elválnak, ezután Máté Juliannával ismerkedik meg. Egy idő után vele is szakítanak, és az életének az utolsó szakaszában Nagy Máriával élnek együtt élettársi viszonyban. Szilágyi Domokos és Hervai Gizella 1959-ben ismerkedenek meg, itt Kolozsváron. Vannak dokumentumok arról, hogy a Fellegváron egy kimustrált pongyolán
beszélgettek, és viccesen már akkor megkérte Szilágyi Domokos Hervai Gizellának a kezét. Hervai ekkor Bukarestben élt, és az államvizsga előtt leköltözött Bukarestbe, és összeköltöztek Hervaival. Elég hamar össze is házasodtak, de tulajdonképpen a szülők tudta nélkül, és ugye megszületett a gyerekük, Szilágyi Géza Attila, aki a Kobak könyvének, Hervai Kobak könyvének a főhőse, és aki tragikusan majd 77-ben a bukaresti földrengésben meghal. Elég rövid viszonyról van szó, tehát lényegében 59-től 63-ig vannak ők együtt, tehát egy 3-4 éves időszak, 63-ban már el is válnak. Elég szocialista-realista viszonyok között élnek, tehát nagyon-nagyon szegények, állami bérlakást bérelnek, de ebbe a bútorzat az mindössze egy lemezjátszó, meg egy divány. A földön újságról esznek például, nyilván a honoráriumból főleg kezdő költőként, tehát Szilágyi ekkor 21-22 éves, nagyon nehéz megélni, Hervai ekkor magyar tanárként dolgozik, próbálnak új lakást szerezni, de nem igazán jön össze, tehát ez az egyik része, ami nagyon nehéz, ez az anyagi szegénység. A másik, hogy ebben a korban még azt hiszem számít ez a korkülönbség, tehát Hervai az idősebb, 4 évvel idősebb, Hervai Szilágyi ekkor 21 éves, és nagyon gyorsan kerül bele rögtön az egyetemről a házasságba, a gyerekvállalásba, és mindketten közben írni szeretnének, közben a gyerek sír, nincs kaja, nincs fűtés, írják a verseket. Ez a másik nagyon nehéz történet. A harmadik az, hogy Szilágyi nagyon beteges, tehát folyamatosan jár vásárhelyre a kórházba, reumája van, illetve ideg problémák valószínűleg ebből következően, tehát ezek miatt folyton kezelésekre kell járnia. A gyereket néha leküldik Batizra a szülőkhöz, mert nem nagyon van mit enni adjanak tulajdonképpen a gyereknek. Tehát ez az életmód valószínűleg felőrli ezt a nagyon magasan, meg fennkölten induló szerelmi viszonyt pár év alatt. Felőrlődnek ebben. Nem beszélve arról, hogy erre az időszakra datálható Szilágyi Domokosnak a Szekuritát által való valószínűleg erőszakos beszervezése. Tehát annyi rétege van ennek a történetnek, hogy nem csodálkozhatunk, hogy felőrlődött tulajdonképpen ez a viszony. Hervait például a család, ugye egy protestáns család nézőpontjáról van szó, tehát abból a nézőpontból Hervai egy nagyvilági, vonzó, démoni, feketehajú nő volt, aki sokszor vitába is került a Szilágyi családdal, például ilyen okok miatt, hogy nem szerette volna, hogyha fiát mondjuk vallásosan nevelik a szülők, protestáns lelkész családban ez nyilván vitát jelent. Szilágyi Hervai levelezésnek a megmaradt része, ugye a Szilágyi levelei vannak meg, a Hervai nincsenek meg. Tehát ebben egy nagyon intellektuális viszonyról van tulajdonképpen szó. Irodalmi kérdésekről vitáznak nagyon sokszor, rajzolgatnak a levelekre, tehát ilyen nagyon vicces rajzok jelennek meg a leveleken. Írnak szerelmes leveleket, de mindig ironikusan, tehát például ilyeneket ír Szilágyi Hervainak, akit néha kedves glicerinnek szólít a leveleiben. Azért ne ír ilyen idillista leveleket, mert éppen olyan hülye nem vagyok. Vagy van még egy, amely így hangzik, hogy nagyon hosszú és szép szerelmes levelet akartam írni, de nem sikerült, teljesen impotens vagyok. Tehát ez egyáltalán nem egy érzelgős viszony, két egyenrangú fél, két értelmiségi költő, két nagy költőnek a viszonyáról van szó. Tehát nem egy klasszikus ilyen költő-múzsa viszonyról van szó, hanem egy nagy harcról, két erős egyéniség között. Várlak, tudom, mert tudom, visszajössz. Visszajössz, mert tudod, hogy várlak. Tökéletes kör, te meg én. És tökéletes logika. A tükörös csak akkor él, ha van kit tükröznie. Egymás tetteinek oka vagyunk, oka és célja. Te tudod, Athéné óvjon, óvd magad. És ami elég tragikus
szint ad ennek az egész történetnek, hogy noha 63-ban ugye elválnak, főleg Hervainál mindvégig megőrződik egyfajta hűség ehhez a viszonyhoz, vagy egy emlékezés erre a viszonyra, rendszeresen visszatér, esszéket ír Szilágyiról, és hát az öngyilkosság az Szilágyi Domokos születésnapjára esik nem véletlenül. És a búcsú levelében is több búcsú levelet ír, de ami megmaradt, azokban is utal, tehát jó 15-20 évvel már a viszonyok után Szilágyira. Igen. Kém vagyok, jó urak. De sokkal titoktalanabb, mint gondolnák. És éppen ezért sokkal veszélyesebb. A félt hatalom ügynöke vagyok. És ez a hatalom nagyobb, mint börtönök, ítéletek, a neve lelkiismeret. Mert nagy az én bűnöm, nyitott szemmel járok, ha szabad vagyok, huny szemüvek közt, aki lát, bizony kém az. Az én véleményem az, hogy Sziszt ezt csak fizikai, vagy pszichikai, vagy mindkettő kényszer alatt vállalta, és iszonyúan szenvedett miatta. Ezt különben érzékeltem is, amikor találkoztunk később. Valami olyan szenvedés árad belőle, amit nem tudok hasonlítani semmi máshoz. Sehol nem érzékeltem olyan fokú szenvedést. Nem tudtam a magyarázatát. Nem is hittem volna el, ha mondja valaki. De folyton, mintha egy ki nem mondott dolog lebegett volna közöttünk, amikor találkoztunk és beszélgettünk. Nagyon fájdalmasnak tartom, mert tudom, hogy tulajdonképpen az életével fizetett. És leginkább az a nem csak fájdalmas, hanem a megrendítő és megdöbbentő, hogy most beszélünk róla, hogy ezt tette, és nem látom azt, hogy valaki érdeklődne a háta mögött álló erőkről, hogy ki fogja azokat az embereket kérdőre vonni, akik erre kényszerítették, és akik végül is megölték. Hol lássak egyet, aki nem, hogy megbüntessék, hanem aki mondja azt, hogy én voltam, én kihallgattam, vagy kényszerítettem, vagy megvertem, vagy megpofoztam, vagy bármi. Senki. Mindenki parancsra cselekedett. Ez ugyanaz, mint az Auschwitz ügyben. Mindenki csak parancsra tett mindent, és ismét az áldozatokon csattan az ostor. Ez az éjszaka hány ezredik, hány ezer másodperc van reggelig, hány ezren gondolnak értem velem, miért sebez a pajzs? Szerelem, pajzsom ellen, miért nincs fegyverem? Szeretnék élni 2000-ig. Hontalan fények közt otthonos a lélek. Mindentől, ami volt, mindentől félek. Könnyező csillagszem bárány a késtől. Félek a sajgó megismeréstől. Akad-e valaki még? Számban gyöngyöznek keserű igék, csillagok pislognak kialvatlanul, a fény remegni tanul.
menkő igazságok között vacogva világom szétszakadt darabokra. És csupa sebb vagyok már, és már nem szól senki értem, és én nem értem, nem értem. Itt élsz, hát élsz-e, mond, felsőbbrendű szöges drótok között. Az őrtornyokból felsőbbrendű gépfegyverek vigyázzák lépteid, és felsőbbrendű vérebek vicsorítják rád ínyüket. Neved nincs, tárgy vagy csupán. Beszélni tudsz ugyan, de nem tanácsos. És nem tanácsos hallgatni sem. És nem tanácsos aludni, nem tanácsos virrasztani. Nem tanácsos enni, nem tanácsos éhezni. Nem tanácsos robotolni, nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegnek lenni, nem tanácsos egészségesnek lenni. Nem tanácsos járni, nem tanácsos helyben ülni. Nem tanácsos megszökni, nem tanácsos maradni. Nem tanácsos tűrni, nem tanácsos lázadni. Nem tanácsos gondolkodni, sírni, nevetni. Nem tanácsos meglátni társad szafatokban lógó húsát. Nem tanácsos félrefordulni, égre bámulni, szemet földre sütni. Nem tanácsos sajnálni, akit hideg vízzel locsolnak a havon. Nem tanácsos sajnálni, akit élve eltemettek. Nem tanácsos sajnálni, akit élve elégettek. Nem tanácsos részt venni. Nem tanácsos közömbösnek maradni. Nem tanácsos élni. Nem tanácsos meghalni. Már halni kell, hát szemből, halál. Nem siratott hulla, egy a többi között, hisz végképpen levetkőzött. Levetkőztették e tüzes életből. Még visszanéz, szalad, liheg, van út, kiút nincsen. El vagyok veszve. Azt hiszem. Szilágyi Domokos igazából nem is futott a halál elől, hanem szembe ment vele. Most ez a találkozás nagyjából itt ért véget. És azt mondhatnánk bizonyos pátosszal, hogy és természetesen győzött a halál. Erre én azt mondom, hogy és természetesen nem győzött a halál, akkor győzött volna, ha most nem lennénk itt, és már a Szilágyi Domokost elfelejtettük volna. Holott az elmúlt két emberöltőben nem volt olyan Romániában élő magyar költő, akinek a műve oly mértékben túlélte volna a költő halálát, mint ez az ő esetében. Körülvettenek engem az élet ördögei, árnyai, húsvér árnyak. Közöttük csak pokolra szállani lehet. Megszokható. Körülvettenek engem. Körül, hogy vettenek. Hogy iszonyú pofájuk csupa egy rettenet, hogy csupa borzalom, megkísértés, tömény, kárhozat. Isten! Isten! Erre ítéltettem én. Körülvettenek engem a világ dolgai, és nincs erő közülük kiszabadítani.
talán nem is akarnám. Tán így rendjén való. Halál elől ne meneküljön, az ki meghaló. Bölcs voltam-e? A bolondoknál bölcsebb, a bölcseknél bolondabb. És mi történt közben? Nos, ami szokott, az élettel találkoztam naponta. Megszoktuk egymást, föl se tűnt, hogy találkozunk. Néha meglepett egy kis halállal, ha lázas voltam, piramidont adott. Néha nem hagyott aludni, szittam, fütyült rá. Ha nagyon utáltam, vagy nagyon szerettem, leöntöttem etilalkohollal, s meggyújtottam. Sok mindent kitalált nekem, nem unatkoztam, az igaz. Mesélt, muzsikált, pofozott, égi és földi háborúkkal gyötört. Mondta, szeressek, mondta, ne szeressek, és szót kellett fogadnom. Ha néha szemtelen volt, rászóltam, várj csak, kisanyám, még megvan az adum. Ki vele, mondta ő. Minek sietni, mondtam én. Ne játsz. Miért ne? Belehalsz. Megszoktuk egymást, szent igaz. Hébe-hóba szólt még, hogy jön az óra, amikor le kell szoknom róla. Leintettem. Múlt az idő, éheztem, ettem, megtanultam a kékeget fölöttem, meg a sírást, meg a káromkodást. Azt hittem, vittem valamire, azt hittem, semmire se vittem. Azt hittem, fölfedeztem a rejtett utakat, melyeken tudomásunkra jut minden, amit tudunk. Jó érzés volt, biztonságos. A megszokás biztonsága volt, mert megszoktam az igét, megszoktam, hogy van. Emlékezés, érzés, tudás, fű, szerelem, sejtés. Fontos ez. Napsüt, mindegy. Dörög. Na és? Öröm, bánat, támad. Még egy órácska, fél órácska, 10 perc. Amennyit kisanyám ad, az igét elfeledtem, és most már nincs bocsánat. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk! Nem történt semmi különös! Nincs semmi baj! Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom, az élve boncolás. Nézzétek, ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élőt tettem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Nézzétek, kérges, becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk. És okuljatok. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcspendelyes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzom vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni.